Szegeden végeztem az egyetemet, és az egyetemi éveim alatt kaptam egy állásajánlatot innen Szabadkáról, egy zongoratanári és korrepetítori állást, és ide átköltöztem. A párom akkor itt élt és itt dolgozott, úgyhogy összeköltöztünk, és aztán én így a mesterképzést ingázva oldottam meg Szabadka-Szeged között. Ez történt már 5 éve, 2017-ben volt ez, mikor én átjöttem, visszajöttem, úgymond. Mint zenepedagógus, vagy akármilyen hangszertanár, a legfőbb az, hogy mi magunk szeressük a zenét, és a zeneszeretetet át kell adni. Szerintem ez a legnehezebb ebben a munkában. Azt kell mondanom, hogy szeretem a munkahelyemet is, a zeneiskolát, és szeretek itt élni. Nem tervezünk külföldre menni, mi itt fogjuk élni az életünket. Eddig mi itt voltunk boldogok, és szerintem ez fontos az, hogy az ember szeressen ott, ahol van.